reménytelenül zárult a szerda esti kormányalakításra vonatkozó tárgyalás. A Te is számítasz projekt keretében interaktív rendszert vásárolt a Fogarasi Mihály Általános Iskola. Idén is online szervezi meg a Gyulafehérvári Caritas az 1 millió csillag a szegényekért elnevezésű adománygyűjtési akcióját. Hírek a Fénytelevízióban október 14-én, köszöntöm nézőinket! A kormány alakításról tárgyalt szerdán a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, valamint a Nemzeti Kisebbségek parlamenti frakciójának vezetője. A találkozót követően a Dacian Csolos kijelölt miniszterelnök közölte, eredménytelenül zárult a megbeszélés, a tárgyalásokat folytatni fogják. A szerda esti tárgyaláson Dacian Csolos USZERE elnök kijelölt kormányfő mellett Florin Kücu ügyvivő miniszterelnök, a PNL elnöke, Kelemen Hunor RMDS elnök és Varuzsán Pambucsián, a Nemzeti Kisebbségek parlamenti frakció vezetője vett részt. Florin Kücu, a Nemzeti Liberális Párt elnöke a tárgyalást követően úgy nyilatkozott, hogy nem jutottak semmilyen következtetésre. A PNL elnöke szerint a tárgyalások folytatása várható. Arról is beszámolt, hogy Dacian Csolos a koalíció visszaállítását óhajtja. Kelemen Hunor RMDS elnök a megbeszélést követően hangsúlyozta, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség célja megoldásokat találni a jelenlegi problémákra, bármilyen felállású is lesz az új kormány. Kelemen Hunor szövetségi elnök is megerősítette, hogy nem jutottak egyességre a kormányalakítási tárgyaláson. Meglátása szerint a bizalomhiány jellemezte az egyeztetést, márpedig bizalom nélkül nehéz bármit is felépíteni, tette hozzá. Kelemen Hunor szerint jelen helyzetben a politikai megoldás a kijelölt miniszterelnök kezében van. A Mentsétek meg Romániát Szövetség országos elnöksége úgy döntött, hogy folytatja a tárgyalásokat a Nemzeti Liberális Párttal és az RMDS-szel, közben pedig kidolgoz egy kormányprogramot és a javasolt miniszterek listáját. Az USZERE vasárnap 18 órára hívja össze politikai bizottságát, amely elfogadja a kormányprogramot és a javasolt tárcavezetők listáját. Napról napra egyre nagyobb a nyomás a romániai egészségügyi rendszeren, ezért Magyarország segítséget ajánlott 50 koronavírusos beteget vesz át intenzív ellátásra, jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter. Az 50 romániai beteg kezelését két magyarországi kórház veszi át. A segítségnyújtás logisztikai részleteiről a későbbiekben egyeztetnek a felek, nyilatkozta Szijjártó. Az MTI szerint a külügyminiszter pontosította azt is, hogy a romániai betegeket a debreceni és a szegedi kórházban kezelik majd, és kiemelte a rendkívül komoly kihívásokat, amelyekkel Romániának meg kell küzdenie a járványhelyzet súlyosbodása miatt. Szijjártó Péter elmondta azt is, hogy a magyar kormány folyamatosan egyeztet Kelemen Hunor miniszterelnök helyettessel és Cseke Attila egészségügyi miniszterrel abban a kérdésben, hogy Magyarország miként tudna segítséget nyújtani Romániának ebben a rendkívül nehéz helyzetben. A Gyergyószentmiklósi Fogarasi Mihály Általános Iskola Hargita megye tanácsának támogatásával a Te is számítasz projekt keretében egy MimioTeach interaktív rendszert vásárolt, amelyet csütörtökön reggel adtak át. Ennek köszönhetően a különböző oktató programokat a gyerekek interaktív módon is használhatják, ezáltal könnyebben elsajátíthatják a tananyagot. Napjainkban nagyon sok tanulást elősegítő interaktív rendszer, oktató program létezik, amelynek köszönhetően a kisiskolások is könnyebben elsajátíthatják a tananyagot, a korosztályuknak megfelelő tudást. A Fogarasi Mihály Általános Iskola Hargita megye tanácsához benyújtott pályázata sikeres volt, így a Te is számítasz elnevezésű projekt keretében interaktív rendszert tudtak vásárolni. A MimioTeach rendszer segítségével az egyszerű fehér táblát interaktív fehér táblává varázsolhatják, így jóval nagyobb felületen tudják bemutatni a tudnivalókat, legyen az zenés, fejlesztő, matematikai vagy bármilyen más tantárggyal kapcsolatos, részletezte Szenner Judit tanítónő csütörtökön reggel. A második osztályosok örömmel fogadták, hogy az eddigi játékos feladatokat még könnyebben és gyakrabban végezhetik el az új rendszernek köszönhetően.
Lázár Nóra aligazgatónő kérdésére válaszolva azt is elárulták, hogy többségében a matematika a kedvenc tantárgyuk, de volt, aki a román nyelvtanulást szereti a legjobban, sőt olyan is, aki bármit szívesen tanul. A Hargita megye tanácsának támogatásával vásárolt aktív tanulást elősegítő eszközhöz egy írópálca, azaz ergonomikustól tartozik, amelynek segítségével a számítógép működését a fehér tábláról irányíthatják, akár vezetékes kapcsolat nélkül is. Így a különböző oktató programokat a gyerekek interaktív módon is használhatják. Elhangzott, az online oktatás során nagyon sok olyan programot felfedeztek, ami segíti a szemléltető és játékos tanítást, és ennek előnyeit igyekeznek a személyes jelenléttel történő órákon is hasznosítani. Döntőházként elfogadott szerdán a képviselőház egy törvénymódosítást, amely szerint az országos nyugdíjpénztár kérésére elektronikus formában is kibocsájthatja a nyugdíjszelvényeket. A tervezetet 295 támogató szavazattal fogadta el az alsóház plénuma. A jogszabály a 2010/263-as számú törvény 109. paragrafusát módosítja, ezerint az országos nyugdíjpénztár kérésre elektronikus formában, e-mailen is elküldheti a kifizetett összegről tájékoztató dokumentumot azoknak, akik folyószámlára vagy kártyaszámlára kapják a nyugdíjukat. Az elektronikus szelvényt a kérés regisztrálását követő hónaptól kezdődően a nyugdíj folyósítása után legtöbb 48 órával küldi el a nyugdíjpénztár. A dokumentum a papíralapú nyugdíjszelvénnyel azonos joghatású, az intézmények és hatóságok hitelesnek tekintik. A Gyulafehérvári Caritas idén is online szervezi meg a minden évben sokakat megszólító 1 millió csillag a szegényekért elnevezésű adománygyűjtési akcióját. Gyergyó széken közös keretbe foglalják a Caritas védőszentje Szent Erzsébet ünnepére szervezett egyházi adománygyűjtéssel. A hagyományos rendezvényben az is újszerű, hogy az érzékenyítéshez a gyerekeket szólítják meg. Ebben az évben is elmarad az 1 millió csillag a szegényekért elnevezésű adománygyűjtési akció keretében a gyertyagyújtás a tereken, de a szolidaritást tovább éltetik, hiszen a jelenlegi járványhelyzetben talán még nagyobb szükség van az összefogásra, mint bármikor a korábbi esztendőkben. Gyergyószéken közös keretbe foglalják idéntől az 1 millió csillag a nélkülözőkért civil kezdeményezésű akciót a Caritas védőszentjének ünnepére szervezett egyházi adománygyűjtéssel. Cél, hogy a jótékony lelkület, az egymásra figyelés térben és időben egy folyamattá váljon. A hagyományos rendezvényben újszerű elképzelést is bevontak Dávid György főesperes javaslatára. Október 15-ével veszik kezdetét Gyergyószentmiklóson és környékén, tehát a gyergyői régióba egy érzékenyítési folyamat, ami a Szent Erzsébet gyűjtésig tart. Ez azt jelenti, hogy az 1-4 osztályosoknál a hitoktatók olyan témákat fognak feldolgozni, mint adományozás, jótékonyság, ajándékozás, nélkülözés, összetartozás, Szent Erzsébet lelkülete és a Szent Erzsébethez, Szent Erzsébetről fennmaradt legendák, és ezen témák feldolgozásából úgymond egy-egy képeslap születik, amire egy jó kívánság is íródik, és ez majd a karácsonyi csomagok mellé, vagy az öreg otthonokba, a nélkülöző családokhoz fog eljutni. Azért a gyerekeket céloztuk meg, mert ők nem csak nevelkednek, hanem nevelnek is, és ők azok, akik önzetlenül és szívből tudják ezt az ajándékozást, odafigyelést, örömszerzést hozni az életünkbe. Bár virtuális térbe kényszerül ez a kezdeményezés is, de adományozásra személyesen november 8-áig, munkanapokon 8 és 16 óra között Gyergyószentmiklóson is lehetőség lesz, illetve online is fogadják a felajánlásokat. Az 1 millió csillag és a Caritas védőszentjének az ünnepe a Szent Erzsébet
ünnep, ugye, amihez kapcsolódik a Szent Erzsébet gyűjtés is, ezek tulajdonképpen testvérek, mert az egyik egy civil megmozdulás kezdeményezéséből kinőtt, megszületett a rendezvény, a másik pedig egy vallási, és tehát, hogy ezek így most úgymond testvérként adják a keretet erre az időszakra. Az egymillió csillag annak ellenére, hogy nem lesz személyes jelenléttel megrendezve, tudjuk, hogy nagyon sok adományozóknak könnyebb és egyszerűbb az, hogy urnába tegye az adományát, ezért lehetőség megadódik, hogy a központunkban, a Gyergyószent Miklóson levő Mártonáron 22 szám alatt levő központunkba behozza, és lesz egy kis urna csillagokkal, tehát kis gyertyával körülrakva, és abba beleteheti. Azon kívül természetesen, aki igényli, segítünk az online felületen való adományozásba is. Az 1 millió csillag a szegényekért elnevezésű adománygyűjtési akció hivatalos megnyitója október 15-én, pénteken 19 órától lesz, amit a Caritas Facebook oldalán lehet követni, és kérik, aki teheti, gyújtson egy gyertyát, és tegye az ablakába. Ezzel is jelez be szolidaritását a nehéz helyzetben lévőkkel. Újabb projektet indított a gyulafehérvári Caritas, a biztos kezdet egy biztos jövőért integrált szociális ellátás kisgyermekes családok számára című norvég alapokból 2014-2021 finanszírozott projekt célja, hogy több vidéki településen alapszolgáltatásokhoz biztosítson hozzáférést kisgyermekes, illetve babát váró családoknak. Marosvásárhelyen a Caritas házban kedden egy sajtótájékoztató keretében ismertették azt a projektet, amely integrált szociális ellátást biztosít a kisgyermekes családok számára. A pályázat már szeptember 1-én elkezdődött, futamideje 24 hónap, és fő váza a korai nevelés és fejlesztés már kisgyermekkortól. A Caritas fennállása alatt mindig azt vallotta, hogy szükséges az emberekbe fektetni, a jövő generációját képezni, hangzott el. Szorosan a partneri önkormányzatokkal együtt, ahol létezik már egy nyilvántartás a hátrányos helyzetű családokkal, velük együtt feltérképezünk ezeket a családokat, meglátogatjuk. Fontos az, hogy már a terhesség ide alatt az anyukák, a kismamáknak lehetőségük legyen bizonyos szűréseken jelen lenni. Fontos az, hogy kapcsolatban legyenek nőgyógyásszal, a családorvossal, tehát erre fogjuk fektetni az első lépésben a hangsúlyt. A projekt 6 vidéki települést érint, egyik összetevője a biztos kezdet házak elnevezést kapta. A másik összetevő keretében közösségi asszisztensek követik a várandós kismamákat. Több mint 206 év közötti gyermek és családjaik számára biztosítanak lehetőséget a fejlődésre. Hargita megyében Koron, Zetelaka, Oroszhegy, Gyergyóalfalu és Gyergyóremete, Maros megyében Maros-Szentgyörgy vesz részt a projektben. Mindig megvan az a koncepció, hogy anyagiakban látják legtöbben a segítséget, de az eddigi tapasztalatunk azt mutatta, hogy ha anyagiakban kapnak segítséget, az rövid távon igen örömöt hoz, de pár napig tart, olyan, mint a szalmalánk. Ha pedig szakmai tanácsadás, szellemi, lelki támogatás, ott legyen mellette, segíts neki, érezze, hogy ő is a közösségnek egy fontos tagja, hosszú távon sokkal jobb gyümölcsöket hoz. A projekt összköltségvetése 809.615 euró, amelyből a visszanemtérítendő támogatás értéke közel 729.000 euró. Ebből hozzávetőlegesen 620.000 eurót a norvég alap, és megközelítőleg 120.000 eurót a román állam biztosít. Vasárnap, október 17-én 19 órától a Székelyföld napok keretében táncszínházi előadásra kerül sor Jerika kő legendája címmel a Művelődési Központ színház termében. Egy nagyapa és unokája beszélgetése révén régmúlt időkbe kalauzolják a nézőt, Álmos és Jerika vezetésével megelevenedik a magyarok letelepülése a majdani Csomafalva területére.
A Mocorgók néptánc együttes előadására jegyek válthatóak a Figura Stúdió Színház jegy pénztárában. A felnőtt jegyára 20, a nyugdíjas jegy 15, a diák jegy pedig 5 lejbe kerül. Október 8 és 10-e között a Rektorok Országos Tanácsának brassói tanácskozásán a hazai felsőoktatás és kutatás minőségének és versenyképességének javítását célzó intézkedéseket fogadott el. Itt fogalmazták meg azt is, hogy a hallgatók csak az uniós digitális COVID-igazolvány birtokában léphessenek be a romániai egyetemek épületébe. A Rektorok Országos Tanácsa felkérte a bukaresti kormányt, módosítsa úgy a jogszabályokat, hogy a hallgatók csak az uniós digitális COVID-igazolvány birtokában léphessenek be a romániai egyetemek épületébe. A Rektorok Országos Tanácsa vasárnap közölte, a testület az október 8-a és 10-e közötti brassói tanácskozásán a hazai felsőoktatás és kutatás minőségének és versenyképességének javítását célzó intézkedéseket fogadott el. Az ülés végén fogalmazták meg ama kérésüket, miszerint csak COVID-igazolvánnyal rendelkező diákok használhassák az egyetemek épületeit. A szigorítás nem érinteni azokat a hallgatókat, akik egészségi okokból nem kaphatták meg a koronavírus elleni oltást. A rektorok emellett az egyetemek költségvetésének kiegészítését is kérték a kormánytól, tekintettel a minimálbér január 1-i emelkedésére és a közüzemi szolgáltatások drágulására. Állásfoglalásuk szerint a román oktatási minisztériumnak a kutatásra szánt összegeket is növelni kellene. Híreink végén megköszönöm a nekünk szentelt figyelmet, szép estét, viszontlátásra!